Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás március 12-én. Az első kérdés az lenne, mi foglalkoztatja őt, mik a gondolatai, mik a tervei. Erre adja a választ ez a felső kártya. Ez a római 4-es szám a föld elemével áll össze. Azt jelenti, hogy ő a terveit meg szeretné valósítani. Szüksége van biztonságra és anyagi jólétre is. Amit tervez, az őt lelkesíti. Ez itt a tűz eleme, amit ezek a botok szimbolizálnak. Tehát ő örvendezik, hogy ő a terveit meg tudja valósítani. De ez a kép mutat zártságot is, mint egy kerítés, úgy láthatjuk ezeket a botokat. És ő megpróbál ezeken a feszültségeken túltenni magát. Vagy pedig ez a kerítés utalhat arra is, hogy mások befolyásolják őt, vagy az eseményeket. És ő ki akar törni ebből a helyzetből. Ezt a zártságot mutatja ez a nagy épület is, mint egy börtön úgy érzi magát jelen pillanatban. A második kérdés az volt, hogy milyenek az ő érzései. Mi bepillantunk az ő érzelmi világában. A választ megadja rá ez a kártya. Nagy küzdelmei vannak, vagy voltak. De ez a kép mutatja a győzelmet. És a római 5-ös szám itt a kártyán arra utal, hogy változások lesznek. Megvannak rá a lehetőségei, hogy javuljanak a dolgai. Tehát lesznek itt változások. A harmadik kérdés az volt, hogy milyen lépéseket tesz irányotokba. A választ mutatja ez a kártya. Ez egy arany színű pokál a víz elemét tükrözi, tehát az érzéseket. És ő ezt mutatja is. Utal az ő nyitottságára, érzelmeire, és arról ő beszélni is fog. Azt is elmondja nektek, hogy ő itt zárkozott volt, küzdelmei voltak, és valaki megpróbálta őt ebbe a helyzetbe szorítani, hogy ne tudjon lépéseket tenni. De szerencsére ő megtette a fontos lépéseket, és felszabadítja magát ebből a helyzetből, vagy ebből a kapcsolatból, és mutatja az érzelmeit, a nyitottságát. Ez az épület utalhat hivatalokra is, tehát hogy hivatalos dolgai vannak, vagy bírósági perben áll, viszont ez a nagy épület mutatja az ő nagyságát is, büszke tartását, tehát ő nagynak érzi magát ezek után a küzdelmek után. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!